Jó estét kívánok Zoltánt, azt a református lelkészt, aki szombaton Magyar Péter tüntetésén felszólalt, elbocsátották, igazadik próbaidős volt az állami munkahelyéről. Ez a mai kérdésünk, hogy önök szerint ez jogos volt-e. Mentzer Tamás, ugye a Fidesz kommunikációs igazgatója egy kérdést tett fel az ügyel kapcsolatban. Szerinte miért is kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni, mondjuk ő kormánybuktatásról nem beszélt, Balog Zoltánnal kapcsolatos fenntartásairól? Igen, ez lesz az egyik témánk a ma esti Aktuálban. Mutatjuk a többit és a vendégeinket is. Magyar Péter a választási szervezeteknél a Tisza, azaz a Tisztelet és Szabadságpárt nyilvántartásba vételét kérte. Romlott főételt kaptak a betegek és az egészségügyi dolgozók a Szent Imre kórházban, ami hányást és hasmenést okozott. Rétvári Bence belügyi államtitkár szerint 440 gyermek otthonban indult vizsgálat a kegyelmi ügy után. Mai vendégeink. Lampert Mónika, volt belügyminiszter. Tétényi Éva, építész. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok tehát még egyszer, és jó estét kívánok a másti vendégeinknek is, hogyha valaki esetleg lemaradt volna erről a hírről, hogy akkor mégis mi lesz majd az a párt, amelynek színeiben indul Magyar Péter, miután ugye az Egyesület és a Mozgalom az már ismert, nekik összefoglaltuk, hogy mit lehet tudni erről a fejleményről. A tisztelet és szabadság párt színeiben indul a június 9 i európai parlamenti választáson a Magyar Péter vezette politikai közösség. Magyar a közösségi oldalán azt közölte, a mai közgyűlésen a párt az egyik alelnökévé választotta. Hozzátette, többségbe kerültek a párt ügydöntő szerveiben. Korábban egyébként arról posztolt Magyar Péter, hogy beadta pártja a nyilvántartásba vételi kérelmét a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Magyar úgy tudja, hogy a bizottság holnap ülésezik, és elvileg még aznap meghozza a döntést. Talán kezdjük azzal, mielőtt a pártról, meg erről a fejleméről beszélünk, hogy ugye hétfőn itt volt az egyenes beszédben Magyar Péter, és akkor úgy fogalmazott Szőlősi Györgyinek, hogy minél kevesebb időt szeretne hagyni, idézem, a propaganda lejáratására, ezért vannak B és C opciói is. Na most ehhez képest két nappal később kiderül, hogy megvan a párt, és már ugye a Nemzeti Választási Irodára is már az, hogy akkor ők indulhassanak. Van itt ellentmondás? Vagy, vagy logikus az, hogy végül is gyorsabban be kell járatni egy pártnak a nevét, meg az ő nevét és a kettőt összehozni? Szerintem azért logikus, mert bizonyos jogorvoslati határidőket is érdemes figyelembe venni. Úgyhogy nem nagyon érdemes húzni, van annak is logikája, amit két nappal ezelőtt mondott Magyar Péter, meg annak is van logikája, hogy most ezt a lépést megteszik, és hogy a jogorvoslati határidőkkel számolnak. Hát azt gondolom, hogy a határidők egyetért fel az előttem szólóval, emiatt kellett bejelenteni, és lehet, hogy volt már egy nagyobb várakozás a követői között, hogy mégiscsak tudjuk azt, hogy melyik az a párt. Én azt gondolom, hogy hogy egy pártot alakítani az nehéz ügy, meg működésbe hozni. Ugye tudjuk, hogy máshogy is próbálkozott, máshol is próbálkozott. Úgy tűnik, hogy végre sikerült. Gyakorlatilag most átvett egy pártot, és ez is volt a célja, mert tudta, hogy zöldmezősen addig nem tudja majd ezt létrehozni. Ez most innentől kezdve mennyire élesíti ezt az egész helyzetet, Mennyire élesíti a helyzetet az ellenzék szempontjából, mert eddig ugye mindig feltételes módban beszéltünk arról, hogy ha Magyar Péter elindul, ha lesz pártja, akkor bizonyos kutatások szerint megkérdezettek közül 13-15 százalék szavazna rá, és ugye a Fidesz is eddig feltételes módban lőhetett rá. Most az innentől kezdve, hogyha tényleg átmegy ezeken a hivatalos lépéseken, akkor ez, ez egy éles helyzet lesz. Szerintem ez most egy teljesen új helyzet. Világos, lezárult az az időszak, amikor, amikor, sokan úgy tekintettek rá, mint egy újdonságra, egy teljesen új szereplőre, akinek valamilyen teljesen új szerepe van. Mostantól kezdve Magyar Péter egy politikus, egy ellenzéki pártvezető, vagy nem is pártvezető, mert csak alelnök, egy, egy a sok közül. Nyilván most bizonyítani kell azt, hogy azokkal a képességekkel rendelkezik-e, ami ahhoz kell, hogy embereket képviseljen. Ähm most már nem nem arról szól a történet, hogy ő tud-e valamit, vagy nem tud valamit, vagy hogy mond-e rosszat, vagy milyen, milyen, rosszat tud mondani a Fideszről. Szerintem ez innentől kezdve már a, a, egy klasszikus politikai szituáció. Olyan ö, földhöz ragadt kérdésekre kell majd válaszolnia, hogy mondjuk például Orbán Viktorral, vagy a Fideszel kötne akkor koalíciót, vagy hogy gondolja, hogy gondolja, hogy akkor majd milyen lesz egy fidesz kötött koalíció, meg hát ehhez hasonló egyszerű kérdések, és végig kell menni azért, a, ha jól értem, ez egy e, olyan párt, amit a nullából, a semmiből húzott elő, ami eddig gyakorlatilag nem működött, az nem állítom, hogy kamu párt, mert nem fűződnek hozzá pénzügyi visszaélések, de egy alvó párt, hogy ilyen udvarosan fogalmazunk. Magyarán szóval ezt most meg kell szervezni. Uh -huh. Ugye mi ezt a demokratikus végig, végig, csináltuk 2011 után, hogy milyen zöldmezőből megcsinálni egy pártot, és, van a, politika, és a politikának most azon a szintjén tartunk, amikor a tartós sikerhez sok munkát és sok szervezést kell berakni. De szerintem önmagában az, hogy egy alvó pártot, ö, úgy tetszik, ébresztett föl, és ezzel ö, akar majd politizálni, ez, ez nem ördögtől való. A Demokratikus Koalíció is már egy bejegyzett párt volt, amikor Gyurcsány Ferenc még az MSZP elnökségében ült. Tehát én azt gondolom, ez hogy nem ez így ez van, ne de, de ez így volt, de most nem, mind, így volt, mindenki, és akkor, nem mondjuk olyat, akkor ami nem volt, valós jó ennek majd utána a bocsánatot kérek hogy ha, ha, ha rosszul emlékszem akkor megkövetem a arató de, de szerintem nem, nem nem csak az a kérdés hogy most már van neve vagy a pártnak van egy egy névvel nevezhető Célpontot mutat annak, aki esetleg meg akarja támadni, hanem, hanem arról is szó van, hogy most belépett egy olyan mezőbe, ahol az a teljesítmény, mert azért, Gergő, ebben nem értek veled egyet, hogy, hogy nem mutatott még. Azért ezek a rendezvények, ez a százezres tüntetés szerintem ez politikai teljesítmény. gondoljunk bármit erről a, a, a fiatalemberről, a lelnökről, azért én azt gondolom, hogy ez teljesítmény. Tehát ilyen, ilyen szempontból majd most elindul az építkezés, hát ez egy kihívás. Lehet, hogy egy kicsit másképp fog szerintem ezt felépülni, mint egy klasszikus párt. Én úgy érzem, hogy ez inkább egy ilyen mozgalom, vagy egy ilyen hazafias népfrontnak egy formába öntése inkább. Legalábbis, ahogy én utána olvastam ennek a TISZA nevű pártnak. Elvileg egy párt semleges, vagy hogy mondja, ideológia semleges, jobb közép pártnak jegyezték be. És úgy érzem, hogy a Magyar Péter által megszólítottaknak a nagy része egy hasonló formációba, inkább mint egy mozgalomba, egy, egy néppártba fog belépni, és nem úgy, mint egy klasszikus pártba. Tehát szerintem egy kicsit másképp fog felépülni az ő pártja, és talán sokkal hamarabb, mint mondjuk az úgynevezett klasszikus pártok, akik évek óta már... És ékeznek. ugye ráadásul ennek a működési módnak megfelel az európai uniós list, vagy az uniós választásokon való indulás, mert az egy teljesen más típusú működésthez uh, he lehet elég, mint az, hogyha valaki egy önkormányzati választáson akar indulni, képviselőjelölteket, unió, uh, polgármestereket, vagy mondjuk majd egyéni képviselőket akar indítani szerte az országban, ennél Valamilyen szempontból egyszerűbb egy uniós listán elindulni? De nem, nem csak ezért, nem csak ezért. Azért is, mert a, a, az ellenzéki pártok az önkormányzati választásra való felkészülés jegyében már nagyon régóta egyeztetnek, és a legtöbb helyen, ahogy én értesülve vagyok, már megegyeztek, és ott vannak olyan ellenzéki koalíciók, akik elindulnak a választáson egy ilyen térképen megtalálni most a helyét, még úgy, hogy nem egy bejáratódott párt, ez szerintem sokkal nehezebb. Miközben igaz az, amit az előbb elhangzott, hogy, hogy ugye egy egyszerű arányos listás választásnál ez egy egyszerűbb dolog, de az önkormányzatoknál ez, ez bonyolultabb. Meg hát ugye láttuk a politikai feltételeit, ugye ő szabott politikai feltételeket, politikai előélettel kapcsolattal, kapcsolatban, tehát ezt azért így darabra megvizsgálni, mondjuk akár egy fővárosban, egy fővárosi kerületben, vagy egy nagyvárosban, vagy egy kisebb településen, azért ahhoz idő kell, meg, meg, meg kapacitás. Hát nem tudom, de nem hiszem, hogy ők elsősorban az önkormányzati választásokon indulnának. Hát erről Te... beszéltünk. De hát éppen ezt mondom, hogy most ennek még nincsen ö, aktuális kérdés. Tehát itt kifejezetten annak a nem tudom én 5-6-8 embernek a kiválasztása de. érdekes, akik majd a listára azért, De azért, azért arra is ki. Tehát ugye azt mondja Magyar Péter, hogy átvettük a pártban a többséget. Kik kell? Tehát ugye még, még tulajdonképpen Nagy Ervinen kívül más nem láttunk a politikai szereplők közül. Lehet, hogy. Azok, akik mondjuk hát itt a az a, a reformát. Önök tudjuk, percet, hogy a listán való, fönt lesz, percet. de ugye ő nem biztos, hogy a párba szól, hogy azért sok a bizonytalanság. Szóval, hogy hogy én azért mondom azt, hogy jön egy új időszak, mert most ezeket el kell osztatni. El kell mondani, hogy hogy akkor most ennek a pártnak kik lettek a vezetői, el kell mondani, hogy mi a programja, mert ne, valószínűleg nem ugyanazzal a programmal fognak tovább menni, amivel ez a párt eddig működött, amelyeket valóban én is egy ilyen, ilyen, hogy eklektikusnak látom, szóval sokfajta népszerű elemet tartalmaz, nem feltétlenül valamilyen összefüggő rendszerben. Szerintem, szerintem várjuk ezt meg, nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen akkor mi, mi is lesz ez a párt, kik lesznek benne a szereplők, és hogy akkor majd kik, kik fognak szerepelni a listán. És hát valóban az, azért az érdekes, amit Monika említett, hogy a, ugye olyan követelmények vannak, ha jól értem, amiknek magyar Péter se felel meg, mert azt mondja, hogy nem várja a ner árvákat, hát a én eddig, én eddig azt gondoltam, hogy ő ennek a rendszernek a része volt egyébként, sokak számára talán éppen azért rokon szenves, én mondjuk nem tartozom közéjük, mert ő ott hagyta legalább ezt a rendszert, mert eljött onnan, de akkor ezek szerint őt nem vennék fel a saját pártjában, a saját szavai alapján, ami azért egy furcsa, furcsa megközelítés. Hát azért hagyj szóljak, az emberek nagy része érzelemből fog szavazni. És itt nem az számít elsősorban. Azért mondtam, hogy szerintem ez más, mint egy klasszikus pártnak a felépítése. Sőt, nem is biztos, hogy azt kell tőle várni. És ha jól tudom, ugye még pályázatot is hirdetett, tehát hogy... Az emberek. Az hát ugye az uniós listára van így van. Tehát, hogy sokkal jobban hisznek olyan embernek, akik nem szerepeltek eddig még egyik pártban sem. És azt gondolom, hogy ez legalább egy 20-25, hanem 30 százaléka a, a választópolgároknak igen, új arcokat szeretne, új embereket. És megmondom, hogy ha valaki tisztességes, becsületes és hiteles ember, nem biztos, hogy az számít, hogy most 10 vagy 20 éve politikában egyáltalán mennyire jártas, mert majd beletanul. Jó, én, én megmondom őszintén, hogy értem, amit te most elmondtál, ezzel én is találkozom. Új arcok. Na most, miközben ez egy szakma, azért előbb-utóbb elő fognak jönni azok a szakmai tudásbéli, vagy a képességek megmutatásának a lehetősége, vagy a hiányosságok. Én azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy Magyar Péter nem volt politikus, szerintem nagyon ügyesen csinál egy csomó dolgot. Tehát én semmiképpen nem akarom lebecsülni azt, amit ő itt mutatott, akár a kommunikációban, akár a taktikai érzékben, akár a ritmus érzékben, hogy mikor mit csinál. Szerintem ezek fontos képességek ahhoz, hogy valaki politikus legyen. De ő is elkövetett mindjárt az elején olyan hibát, amikor neki ment a HVG újságíró amit szerintem egy rutinos politikus így nem követne el, és igenis, hogy ahogy haladunk előre az időben, előjöhetnek a azok a hiányosságok nem feltétlenül Magyar Péternél, lehet, hogy ő ezt ragyogóan megoldja, de azoknál az új embereknél. Tehát én láttam azt, amikor bejött a politikába jó szándékú eh, civil ember, és hogy utána mi történt. Annak nem szokott jó vége lenni. Én tudom, hogy ma nagyon népszerű dolog a pártokat eh, eh, szidni, meg, meg lebecsülni az ő teljesítményüket. Igen, is, hogy ez egy olyan szakma, amit meg kell tanulni. Az, hogy vannak itt olyanok, akik annyira nem értenek hozzá, és mégis képviselők, az egy másik dolog, de én tudom, gyakoroltam, csináltam, hogy ez egy nehéz szakma, és hogyha tele lesz jó szándékú amatőrökkel, az nehézség lesz ennek a pártnak. Mind a, mind a hárman éltünk át nehéz kampányokat, hogy azért tudjuk azt, hogy a, a kampány az. Az egy teljesen más lelkiállapot és teljesen más szituáció, az folyamatos válságkezelés, probléma megoldás és csodatevés. És, és, és igazából azt hiszem, hogy akkor derül ki valakinek a, a, a politikai Ez alkalmassága, a legért, vagy férte. alkalmatlansága, Félek, hogy még a maradék nézők rokon szemvét is elvesztem. De ugye ezt 2022-ben kipróbáltuk azt, hogy milyen az, amikor jön valaki, aki ben nagy karizma van és nagy lelkesedés, és kiderül róla egy éles kampány helyzetben, hogy tökéletesen alkalmatlan a vezető szereplő. Ugye ez történt Márki Péterrel, és ez történt a ellenzékkel, aki ugye Márki Péter a nap végén nem fidesz szavazókat nyert meg, hanem ellenzéki szavazókat vesztett el tömegesen. De még egyszer mondom, ez túlzás lenne, vagy, vagy nem lenne méltányos előre ezt megjósolni, nézzük meg azt, hogy mi történik. Az első akadályt, ha nem is könnyen, de sikerült venni, van párt, nézzük meg, hogy hogy, lesz, hogy milyen jelöltek lesznek, nézzük meg, hogy, hogy, hogy mit fogunk megtudni még erről a pártról a következő időszakban. Kevés az idő, tehát most nagyon intenzíven kell, kell előjönni minden olyan dologgal, amit egyébként a többi pártról már tudnak a választ. És hát ugye nyilván nagyon nem mindegy, hogy a, a, kormányzati meg a fideszes kommunikációs gépezet mire hogyan reagál, és itt nagyon érdekes, meg némiképp ellentétes reakciókat is látunk, ezeket vegyük végig, Például ugye szerintem ide tartozik az, hogy a ö, vita felkérése Dajszomás szinte azon reagált, és beleállt egyébként, ez is érdekes. Viszont az is érdekes, hogy azt a református lelkézt, aki szombaton felszólalt ö, Magyar Péter színpadán, ö, hétfő délután elbocsátották az állásából, ahol öt nap lett volna még hátra a próba idejéből. Ez egy ö, Nemzetgazdasági Minisztériumi Háttérintézménynél volt ez az állás, és mutatjuk, hogy szerinte mi állhatott az elbocsátás hátterében beteg a magyar társadalom, és ezért a betegségért kiemelt felelősség terheli az egyházakat. Szombaton beszédet mondott, hétfőn elbocsátották állami munkahelyéről Tarzoltánt, ahol próba idejét töltötte. A volt református lelkész és Magyar Péter is úgy véli, a nyilvánosan megfogalmazott kritikája miatt kellett távoznia. Annyit mondtak, hogy ennyit tudnak mondani, többet sajnos nem. Tehát annyit, hogy köszönjük szépen. Így van. Az ügy kapcsán Magyar Péter és Menzert a más Facebookon esett egymásnak. A Fidesz kommunikációs igazgatója, narcisztikus, önimádó, újbalos balos csoda gyerekként hivatkozott egyik posztjában magyarra, aki kommentben jelezte. Egy dolgos családapa vált álláskeresővé a hatalmukat féltük kicsinyes bosszújából. Mence nem maradt adós a és csak annyit kérdezett. Miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni? A volt református lelkész szerint ez maga a beismerés. A próbaidős elbocsátást nem kell megindokolni. Ezt már a munkajogász mondta híradónknak. Ha viszont felmerül, hogy ez a politikai véleménye miatt történik, akkor jogi útra lehet terelni az ügyet. És még mivel több interjút adott most Tarzoltán ezen a mai napon, azért a 24 pont interjúját is idehoznám, amiben úgy fogalmaz, hogy amikor az első interjúja megjelent a szemlélekben és kritizálta ugye Balogh Zoltán lépéseit, akkor behívtak és jelezték, hogy azért óvatosan mozogjak Balogh témájában. Mennyire indokolt az, hogy az ilyen típusú nyilvános fellépést egy minisztériumi háttérintézménynél rossz néven veszik? Szóval, ha, valami, ha önmagában emiatt az ügy miatt is meg kéne buktatni ezt a kormányt. Tehát elképesztő azt gondolni, hogy a, a kormánynak az összes alkalmazó, hogy itt nem arról volt szó, hogy ő egy minisztériumban volt, volt ö, politikai pozícióban, vagy akár vezető szakmai pozícióban, vár, szerintem ugye a mi időnkben azért a minisztériumban az se volt, a, hogy mondjam, a, a szakmai lojalitás volt az elvárás, és nem a politikai lojalitás a de mely, szemben. Melyik szintig? Mert ez is érdekes, hogy ez, ez hogy egy... szivárog le de, 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 hogy, de hogy itt, de, 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 de itt ez, ez fel sem merült. Tehát ő nem a minisztériumban dolgozott, szakmai területen, informatikai vagy valamilyen háttérintézményben dolgozott. Ezen az alapon a szemetestől is, a pedagógustól is, a tanár, a, a, a orvostól is el lehet várni azt, hogy minden megnyilatkozásába a kormány szolgálja. Mint ahogy el is várják mint ahogy el is várják. Mert ő, ő nem az első, és nem is az ezredik, akit a politikai véleménye miatt kirúgnak egyébként az állásából. Csak ez egy nagyon látványos, és csak sajnos nagyon sok emberrel történt ez meg helyben és állami szervezetekben. Mi ezért mondtuk tíz éve is, és nem csak most, hanem tíz évvel, meg öt évvel ezelőtt is, és ezért mondtuk mi azt tíz évvel ezelőtt is, hogy ezzel a rendszerrel és ennek a rendszernek az emberével nincs együttműködés, nincs kompromisszum, ezért mondtuk öt éve is, ezért mondjuk ezt most is, meg ezért fogjuk ezt mondani két év múlva is. Másba is van itt. Tehát azért az mégiscsak egészen nonsens, hogy egy szóvivő a kormány nevében nyilatkozatot tesz, hogy mit kéne engedni, meg mit nem kéne engedni. Hát azért itt minden összekeveredik. Mentszert Tamásnak az a dolga, hogy a Fidesz szavát vigye, mert ott ő szóvivő. Egyébként meg neki a kormány dolgaiba ilyen módon belebeszélni nem lehet. És ahogy te is hivatkoztál itt korábbi példákra, Gergő, a mi időnkben ilyen egészen bizonyos, hogy nem volt. Tehát itt hát ez az állampárt. Tehát azért, ha legalább a, a Látszatára adna a Fidesz, hogy a, a párt és az állam az két külön szerveződés, akkor ilyet nem engedhetnének meg maguknak. Egyébként pedig az, hogy egy minisztériumi háttérintézményben, ahol valamilyen technológiai tevékenységgel foglalkozik. És itt még hadd tegyem azt tudom. hozzá, hogy ő digitális technológiai témákhoz, igen, útniós forrásokat kutatott, és azt mondja, hogy voltak olyan szakmai háttéranyagai, amit Nagy Márton szövegeihez is felhasználtak. Tehát, hogy de, szakmailag de, de benne meg... Bocsánatot kérek, egy normális demokráciában, az, hogy valaki ilyen digitális technológiával foglalkozik, és ezt a kormánynak rendelkezésre bocsátja, és egyébként neki pedig politikai kritika észrevétele van, az két teljesen külön dolog, és én jól emlékszem arra, hogy nem könnyű azt miniszterként mondjuk viselni, hogy én XY megyei rendőr főkapitányról tudtam, hogy csont fideszes és mégis ő volt a megyei rendőrfőkapitány, mert értett a szakmához, és nem gondoltam, hogy nekem ezért le kéne váltani, a tetejében meg nem is voltam benne biztos, hogy minden információ, ami ezzel kapcsolatban hozzám eljött, az, az makulátlanul ellenőrzött. Ilyen nem szabad egy kormánynak foglalkozni. Jó, hát én azt olvastam ki ebből a hírből, hogy egyrészt munkajogilag szerintem megtehették. Viszont lehet, hogy példát is kellett statuálni, mert hogyha megengedik, hogy ilyen nagy fórumon bárki megszólaljon, és ennek nincs semmi következménye, akkor azt hiszem, hogy sokkal több ember beszélne, mint aki most jelenleg mer beszélni. Na akkor innen folytassuk, és még egy picit arról beszéljünk, amit itt Aratógeré félmondattalá betett a nyilvánosságba, hogy de ő azért nem kormánybuktatásról beszélt, hanem csak Balogh Zoltánt kritizálta, miközben az egész kegyelmi a kormány már elhatárolódott, és egy hibának minősítette. Úgyhogy innen folytatjuk, és még mutatunk egy olyan református egyházi zsinati állásfoglalást is, amiben mindenkit arra kérnek, hogy az egyház méltóságához híven választa meg a szavait, amikor kritizálja az egyház Egyházat. hát kérdés, hogy kinek címezték ezeket a mondatokat, úgyhogy innen jövünk, innen folytatjuk majd egy rövid reklám után. Mi itt folytatjuk hogy... a beszélgetést, de most önök is bekapcsolódhatnak a második részébe az aktuálnak. És ugye ott hagytuk abba, hogy Tarzoltán református lelkész kirúgása, illetve a próbaidének a meghosszabbítása kapcsán volt egy szóváltás a Facebookon Magyar Péter és Mencer Tamás között. Megnézzük, hogy önök mit gondolnak erről az elbocsátásról, mennyiben tartják ezt jogosnak, ez volt az aktuál mai kérdése, és kíváncsiak voltunk, hogy önök hogy látják ezt az eredményt, remélhetőleg mindjárt meg tudjuk mutatni de ott hagytam még ugye abba, igen, azt látjuk is, hogy 83%-a minézőinknek úgy gondolja, hogy ez nem lehetett jogos, és 17% gondolja azt, hogy igen, valamilyen szinten egy minisztériumi háttérintézményben dolgozó embernek is legalábbis lojálisnak kell lennie, és ugye mondtam, hogy beszéljük meg egy picit azt, amit Mencer Tamás írt, hogy miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbízni, aki meg akarja buktatni, de ugye Tar Zoltán soha nem beszélt a kormány megbuktatásáról, ő akkor is, meg most is arról beszél, hogy szerinte Balogh Zoltántól kell megtisztulni a református egyháznak. És a kormány az egész kegyelmi ügyben azt a kommunikációt vitte, hogy ez egy rossz döntés volt, tévedés volt, hiba volt. Akkor itt most van némi ellentmondás. Nem? Vagy csak én látom így ellentmondásnak? Gergő parancsol. Én a, a, úgy látom, hogy, hogy azért e, valójában nincs. Ugye egyrészt tudjuk, hogy, hogy a kormány kormánykommunikációnak a következetessége az nem szigorú elvárása saját magával szemben. E, nyilván most, most éppen ezt volt érdekük mondani, holnap majd holnap után egy hétfőn a miniszterelnököt e, kérdeztem ebbe a kérdésbe a parlamentbe, és őszintén az egy kétperces válaszban négy ellentmondás volt, tehát magyarán szólva nyilvánvalóan továbbra is bajban vannak ebben az ügyen. De azért ennél több dologról beszélt Arzoltán, szerintem beszélt az egyházak felelősségéről általában is a mai közállapotokban. Szerintem ez a része is nagyon fontos volt a hozzászólásának, és hát ez nehéz másnak érteni, mint kormány kritikának, vagy a kormányal szembeni bírálatnak, hiszen a kormány állított elő olyan helyzetet, amikor ma nagyon sok ember úgy látja, hogy az egyházak jelentős része és egyházi vezetők jelentős része az elsősorban anyagi természetű okok miatt túlságosan is engedékeny a kormány, nagyon fogyamán fogalmazok, kevés büdösen azt mondom, hogy eladta magát a, a kormánynak, és ezt nem csak én mondom, ami kiderült a Református Egyház belső vitáiról, ott az derült ki, hogy az egy komoly ér volt, hogy valamelyik tiszteletre méltó püspök felállt, és azt mondta, hogy hát jó volt, amikor a pénzt hozta a balog, akkor legyen most is jó. Azért szerintem ennek egy egyházban nem így kellene működnie, és nem annak kéne lennie a szempontnak, az erkölcsi iránytűnek, hogy kitöljön a pénz. No, pláne, ha után esetleg még pénz jön. Szerintem, amit a, a lelkész elmondott a, ebben a beszédben, az na nagyon jól mutatta, hogy a református egyházat ez hogyan érintette, és hogy, hogy nagyon komoly belső feszültség van. Nekem vannak református barátaim, akik, akiket egyszerűen megviselt nagyon megviselt ez a történet, és az is megviseli őket, hogy szemmel láthatóan a balok, püspök nem akarja levonni a következtetéseket. Szerintem ez ma mindenkinek tehertétel. Tehertétel a református egyháznak, és tehertétel az államnak is. Miközben én riasztónak tartom azt a kapcsolatrendszert, ami a, a nagy egyházak és a, az, az állam között van, és igenis, hogy szerintem káros. Nem tudom, hogy a kedves nézők olvasták-e azt a, a körlevelet, amit a katolikus püspöki konferencia adott ki a népszámlálási adatok után. Azért abból is kiderül, ez így nincs leírva, hogy a, a, az állam és a, az egyház közötti viszonyokat nem, nem érinti, de az egésznek a hangvételéből, a fölfogásából azért az kiderül, hogy hát itt meg kell vizsgálni okokat. És én azt gondolom, hogy ez a hívőknek sem jó, magának az egyház szervezetének sem jó, és valahol szerintem az államnak se, de ők ezt nem fogják belátni. Azért, hogy, hogy szerintem hely, érdemes elmondani a nézőknek, hogy ugye konkrétan az történt, hogy az utolsó népszámlálásban sokkal kevesebben vallották magukat valamelyik egyház aktív tagjának, mint az előző népszámlálásban. És ez, és ez nem ég, véletlenül van így. És ez mindegyik egyházra igaz. Uh -huh. A katolikusokra, a reformátusokra. Jó, de az, hogy Balogh Zoltán nem akar visszajönni abból, amit ő képvisel ebben az ügyben, az esetleg elmehet odáig, hogy ő valóban direkt vagy indirekt módon oda szól, hogy na, akkor őt el kéne bocsátani, vagy nem kéne meghosszabbítani a próba idejét. vagy esetleg azon, hogy valaki túl buzgó volt, és megelőlegezte, hogy na, inkább ez a biztosabb döntés. Hát inkább azt gondolom, hogy Balogh Zoltánnak a beágyazottsága abba az államaparátusba vagy kormányzati szektorba oly nagy, hogy talán még önként is megvédik, mert nem akarják, hogy ez tovább menjen. Tehát, hogyha megkapargattánk az ügyet, hogy Balogh Zoltának valójában milyen hatalma, milyen befolyása volt akár egy köztársasági elnöki hivatalban, azt hiszem, hogy akkor lenne baj, és ezért gondolják azt, hogy akkor inkább ezt akkor valahogyan hát próbáljuk megoldani. Meggyőződésem különben, hogy magának a kormányzatnak is egyszerűbb lenne, ha Balogh Zoltán levonná a konzekvenciát, de hát nem szólhatnak bele az államügyeibe. És ugye visszatérve erről, amiről beszéltünk, az állam és egyház szétválasztását, ez ugye nem mostani keletű ügy, tehát a történelmet megnézzük, ez szinte mindig előfordult, mióta ugye államvallás lett például a kereszténység még a római korban. És hogyha valaki szeretné ténylegesen úgy mondjuk a vallásnak a mikéntjét, vagy az életünkre való hatását mondjuk vizsgálni, akkor olvasson Assisi Szent Ferencet, ezt ajánlom, mert hogy akkor az nagyon szépen megmutatja, hogy maga a kereszténység az miben áll, és amikor a vallásnak és az egyházaknak lesz hatalma, vagy olyan gazdasági hatalma, vagy, vagy javai, azt hiszem, hogy akkor történik egy olyan törés, amit akár most a napjainkban is látunk. Na jó, csak Ez bocsánatot kérek, azért a, a 21 században a modern államokban ezek már elrendezett dolgok. Tehát ennek nem szabadna. A ilyen feudalizmusban módon még nem így volt. Na jó, de hát nem a feudalizmusban élünk. Én hát na, ezt, mert ez mert nem ez Ezt biztos. kérdőjelezném a... meg, igen. ezért a az Akkor, az akkor a bocsánat, korrigálom saját magam. Én nagyon szeretnék hinni abban, hogy Magyarország nem megy vissza na. a feudalizmusban. Én nagyon szeretném, ha nem menne vissza a feudalizmusban. A hit az kevés. Azt, a, egy dologra azért akarok reagálni. És én ezt minden alkalommal elmondom. Balogh Zoltának lehet bármekkora informális hatalma a kormányon belül, vagy akár a köztársasági elnöki hivatalba. Kizárt az, hogy egyébként erről a ügyről Orbán Viktor nem tudott, és nem ő hozta meg a döntést. Ez kizárt. Én nyilván nem tudom bizonyítani, Rákai, bár nagyon Rákai szeretném. Rákai Filiptől tudjuk, hogy ott a kormányülés szünetében hallott. Igen, hát Rákai Filip maga sem volt ott, és én jó indulat. Azt el tudom hinni, hogy Rákai, Rákai Filip elhiszi, ez mondjuk az ő lojalitásának és szellemi képességének arányát minősíti, de én nem hiszem el, és szerintem nagyon sok ember van ebben az országban, aki nem hiszi el, hogy ezt a döntést nem Orbán Viktor hozta meg. Említettem még, hogy itt a nézőkkel is megosztjuk azt, hogy a Református Egyház Ünnati Elnökségi Tanácsa kiadott egy közleményt, amelynek az a lényege, hogy szerintük az a hangvétel és stílus, amivel kapcsolatban, ahogy az elmúlt hetekben a Református Egyházal összefüggésben nyilatkoztak különböző fórumokon, az méltatlan az egyházhoz, de a tisztességes közéleti vitákhoz is. Ezért arra kérjük azokat, nincsen konkrétabb címzetje ennek a közleménynek, akik megvitatják az egyház belső ügyeit, hogy tegyék azt tisztelettel és méltányossággal a több évszázados egyházi közösséghez és a vezetőihez, tagjaihoz. Láthatják a nézőink a teljes nyilatkozatot. Milyen célból tették ezt közzé vajon? Nyilván, ha, ha, kiállunk az állami egyház szétválasztása mellett, akkor nem lenne helyes, hogyha én a református egyház belső ügyeit minősíteném. Én egyébként azt, hogy mondjam, em személyesen emberként nekem az rokon szembes, hogy a református egyházban zajlik ez a vita katolikus egyház nem néz szembe egyébként a saját felelősségével, nem ebben az ügyben, hanem más ügyekben, amikről szintén lehet hallani, és szerintem ez nem jó egyébként. A reformátusoknál legalább látszik az, hogy van egy komoly belső fölháborodás, van egy komoly belső vita, vannak akiknek ebben a nem csak az egyház jelenlegi hierarchiában is más, más véleménye van. Őszintén szólva, Hiller Pista, bocsánat, Hiller István miniszter úr kiváló történészként tanította nekem mindig azt, vagy mondta nekem mindig azt, hogy az illemtan könyvekbe azt írják bele, amit az emberek egyébként csinálnak. Tehát azokat a dolgokat tiltják meg, amik előfordulnak. Én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen körlevélnek is mindig, a, a körlevél is mindig annak a jele, hogy hát éles viták zajlanak a református egyházban, nem látnák egyébként szükségét annak, hogy ilyesfajta intelmeket bocsássanak ki. De hát szerintem őszintén szó szóval, ebben az ügyben nem az a probléma, és nem az a botrány, hogy ki milyen szavakat vagy milyen kifejezéseket használ, hanem maga a jelenség az, hogy egy ilyen botrányos és szörnyű ügyhöz a Református Egyház egy püspökének köze lehet. Önmagában ez az, ami igazán botrányos. És én szerintem a, a, a Református Egyház méltóságát, ha, ha valami bántotta, vagy megkarcolta, akkor talán az az, hogy a legelején, amikor a, a püspöknek a megszólalásai voltak, akkor mint mintha az nem derült volna ki, hogy hát itt az áldozatokról kellene valamit mondani. Valami, ami a, a, az emberséggel, a humánummal, a, a keresztény értékrenddel összefüggén, Én, én ez, szerintem ez sokkal többet ártott. Hát a legnagyobb hiba az volt, hogy a püspök úr ráhúzta az egyházára ezt az egészet, mert ez az ő egyszemélyes ügye kell, hogy legyen, és szerintem az is. Különben visszatérve a reformátusok azért tudnak és beszélnek is róla, mert ugye más az egyháznak a felépítése, mint mondjuk a katolikus hierarchikus rendszerben, itt azért az ugye nem is, tehát egy más, másképp épül fel. Hogy ebből hogyan jönnek ki, azt tudom mondani, hogy én ugye egy vallásszabadságnak a híve vagyok, két szóval évek, tisztelet és szabadság, lehet, hogy csak erről szólt ez a levél, meg fogják oldani szerintem, és biztos, hogy jót fog tenni. Na és hogy amiről nagyon sokat beszélünk, hogy pont a gyermekotthonokban élők és az áldozatok témája kerül háttérbe és a megelőzés, hogy ez ne történjen meg. Mi is foglalkozunk most azzal, amit Gurmai Zita is pedzegetett a belügyminisztériumnak, tett föl kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy akkor hol is tart a gyermekotthonok és vezetőik felülvizsgálata. Pindér Sándor helyett Rétvári Bence válaszolt neki, mutatjuk, hogy mit. Hol tart a gyermekotthonok és vezetőik felülvizsgálata? Mik a tapasztalatok az eddigi vizsgálatok alapján? indultak -e eljárások? Mikor és milyen módon történik meg a vezetők tesztelése? Milyen szakmai protokoll alapján végzik el ezeket? Összesen végül hány vezető vizsgálatára kerül majd sor? Illetve mi lesz az egyházi intézményekkel? Urmai Zita most írásban kérdezte a belügyminisztériumot, ismét arra volt kíváncsi, hogy hol tart a gyermekotthonok és vezetőik felülvizsgálata. Pintér Sándor helyett megint Rétvári Bence válaszolt. Az államtitkár azt közölte, hogy 2024. március 1-én azonnal hatályba lépett egy kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálat a gyermekvédelmi intézményvezetők és helyettesei kinevezésének és foglalkoztatásának feltételeként. Rétvári Bence arra is kitért, hogy a nem állami gyermekvédelmi intézmények vezetőinek vizsgálatához törvénymódosítás szükséges, így ez több időt vesz igénybe, de ezt a kormány hamarosan be fogja terjeszteni. Hozzátettem, eddig már több mint 440 intézményben Indult meg a soron kívüli hatósági ellenőrzés. Híredónk is írt a belügyminisztériumnak, mi azt a választ kaptuk, hogy április 10-ig 507 intézmény ellenőrzése történt meg, ebből 405 állami, 3 nem állami és 99 egyházi fenntartó fenntartásában működik. Arra a kérdésre, hogy van-e olyan intézmény, ahol felmerült a bűncselekmény gyanúja, azt írták, a következtetések levonása a hatósági ellenőrzések megállapításainak és a gyermekotthonok működésének kiértékelése, további intézkedések meghatározása az ellenőrzések befejezése után várható. Így az esetleges bűncselekményekkel kapcsolatban feltett kérdése is csak ezt követően adható érdemi válasz. 507 intézmény helyszíni ellenőrzése Mondjuk nagyjából egy hónap alatt, ez egy elég gyors tempó. Bo bo bocsánat, hadd had, had hozzak szóba valami mást. De biztos ezt a tempót is érdemes ezt megbeszélnünk, de én megolvastam alaposan Rétvári államtitkár válaszát, és azt kell mondjam, hogy ebből a válaszból nekem az derült ki, hogy a belügyminisztérium és az ottani illetékesek egy kukkot nem értenek ebből a problémából. Ha ők arra vagy azzal reagálnak, hogy az igazgatókat és a helyetteseiket most átvizsgálják, azért, mert egy igazgató és a helyettese bűncselekményt követett el, a másik meg pártolta, akkor, akkor semmit nem értenek abból, hogy itt az egész rendszerrel van baj. Hogy a feltételrendszert, a dologi feltételeket, a személyi feltételeket, hogy ezekkel a gyerekekkel ki és hogyan törődik, hogy ezeknek a gyerekeknek az életesé megteremtésében milyen eszközrendszert kellene rendelkezésre bocsátani. Ez nem erről szól, amit ők csinálnak most, ami a lényeg, és ha valamit sajnálok ebben a úgy szokták most mondani, hogy magyar Péter jelenségben. Nem az, hogy ő most itt csinál valamit, ez a fiatal ember, és erről sokat beszélünk, hanem hogy ez elvitte a fókuszt erről a problémáról. Ezzel kéne foglalkozni. Amikor a tempót felhoztam, akkor erre utaltam, De. hogy vajon mennyire mélységében vizsgálják Aha. meg ezt a problémát. Szóval teljesen ebből a válaszból, hogy eddig nem tudtuk volna, teljesen világosá vált az, hogy ez, amit csinálnak, ez kamuk ez pótcselekvés. Tehát fenntartói vizsgálatot csinálnak, hát ezt tudjuk, mit jelent a fenntartói vizsgálat, megnézik, hogy a papírok rendben vannak-e, ami egyébként sose árt, de hát ettől egyetlen gyereket nem fognak megmenteni. Érdemes megnézni, és ugye külön szépség az, hogy most kiderült, hogy korábban ugye felmerült az a kérdés, hogy a pszichológiai vizsgálat, az és ugye össze van mosva a fenntartói vizsgálat, ami a papírok vizsgálata, mert 500 intézmény megnézték a papírokat, ez rendben van, és össze van mosva a pszichológiai vizsgálattal, ami azért hozzáteszem, hogy, hogy eh, rendkívül megalázó lehet azoknak, akik adott esetben évtizedek óta nagyon rossz körülmények között végez, vé, dolgoznak a gyermekvédelemben, eh, de talán most nem elkerülhető, vagy szóval azt gondolom, hogy lehet, hogy hogy, hogy hogy ebben van olyan, hogy helyre kell állítani ez iránt a rendszer iránt a társadalom bizalmát. De az érdemi kérdésekre nem kapunk választ. A működésnek az alapvető kérdéseire sem kapunk választ, és még egy dolog nem kapunk választ. Azokban az országokban, ahol érdemben szembenéztek a gyermekbántalmazási ügyekkel és a gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekményekkel, az intézményi bántalmazással, ott ezt mindenütt úgy tették meg, hogy valamilyen független vizsgálóbizottságot állítottak föl, vagy az egyház, vagy az állam, vagy közösen. Mert azért itt nagyon gyakran egyházi intézmények is érvényesek. Zárójel, most kiderül, hogy szemben a valamit mondtak, mégiscsak az egyház intézmények, ezek a nem állami intézmények nincsenek benne ebben a pszichológiai felülvizsgálatban, mert a majd egyszer jövő törvény, ez a törvény egyébként január óta jön majd egyszer, vagy nem olyan, most nem, vár... hát... Egyébként nem egészen, mert ezt a törvényt már megígérték tavaly őszre. Jó, de Tehát, most a kegyelmi botránynál botrán megint elővették, és akkor megígérték február közepén, hogy majd jön, és azóta is csak jön, jön, jön. Na de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ahol föltárták ezeket az ügyeket, ott olyan független vizsgálóbizottságokat hoztak létre, ahova az áldozatok jelentkezhettek védelmet, segítséget, támogatást kaphattak. Uh -huh. Ez jelent megoldást. Ha ilyen lenne, akkor egy ilyen bizottság működéséből Tudnánk meg azt, hogy valójában mekkora a probléma, és milyenek az egyes esetek. És közben pedig szembe kell nézni a gyermekvédelmi rendszer rendkívül súlyos általános problémáival, amiről beszéltél, hogy egyébként nincs pénz, hogy milyen szakembereket lehet találni, hogy mekkora hiány van, mindenből hiány van, drámaian rosszak, rosszak az állapotok, és hozzá kell tennem, hogy ezt lehetett tudni, hogy így van néhány képviselőtársam rendkívül sok munkát, szélben Szél Bernadett, rendkívül sok munkát fektetett abba az elmúlt parlamenti ciklusba, hogy ezt bemutassa. De mindenütt lesöpörtek minket, amikor előjöttünk ezekkel az ügyekkel. Azt hiszem, itt még arról is szót kell ejteni a kiszolgáltatottságról. Tehát ugye a pénzről nem nagyon beszéltünk, és itt nem csak az ott dolgozók, hanem a, az ellátásban résztvevő gyermekek, illetve majd a felnőttek akkor lesznek. Elég sok szörnyű történetet hallottam, amikor kiderült, hogy az az összeg, amit esetleg adnak nekik az életkezdéshez, bizony az is eltűnik. És azok a dolgok, amiket a gyerekekre kellene fordítani, azok is valahogy eltűnik. Tűnnek. Na most, oké, okay, tehát ezek bizonyára olyan dolgok, amit ugyanúgy csak ki kell vizsgálni, de én azt gondolom, hogy az a társadalom, illetve azok is felelősek, akik azt látják, és mégsem tesznek semmit. Olyanokat is meséltek nekem, hogy volt, amikor hát azért ezt úgy tudni lehetett akár egy gyermekintézményben, akár egy iskolában, vagy bárhol, hogy történnek ilyen zaklatások, de nem szólunk, majd valahogy elintéződik a dolog. Tehát itt nem biztos, hogy minden azért a kormányzatnak a felelőssége a hibája, hanem. Ránk is vonatkozik ez, és azzal egyetértek, hogy ha meg lenne az a bizalom, akár a rendőrségben, vagy az ügyészségben, vagy bárkiben, vagy egy olyan bizottságban, akik ténylegesen tudnak érte tenni és tesznek is, akkor lehet, hogy nem tartanánk itt. De ebből nem lehet a, a kormány felelősségét kivenni. Tehát én ezt nagyon határozottan a kormány felelősségének a megállapítása mellett kell, hogy hangsúlyozzam, ugyanis másnak nincs ehhez eszköze. Tehát ez a jó szándékú hozzáállás, amit te itt elmondtál, ez abszolút korrekt és tiszteletre méltó, de nem lehet másé a felelősség. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni. A gyámhatóságok drámai a rossz állapotban vannak. Létszámhiányosak, képzetlen kollégákat is föl kellett már venni, mert nincs képzett szakember, és és itt azokról a gyerekekről is beszélni kell, akik nem gyermekotthonban laknak, hanem családban laknak, élnek a családon belül, és mégis szükségük van védelemre. Erről is beszélni kell. Úgyhogy azt javaslom a képviselő úrnak, hogy ezt is vegyétek fel a napirendre, meg kell kérdezni a létszámadatokat, menekülnek a gyámhatóságtól az ember. Borzalmasak egyébként a de még egy dolgot hozzá szeretnék tenni, és egy kicsit összefüggék a gyámhatósági ügyekkel is. Ugye az önkormányzatok nagyon sokat tehetnének, tesznek is ott, ahol ebben tudatosak, mert hogy a társadalmi figyelemre szükség van, de a társadalmi figyelmet valakinek föl kell keltenie, valakinek, valakinek világosá kell tennie a társadalomnak, vagy akár az a intézményekben dolgozóknak. az intézmények dolgozók számára, hogy mi a... Oké, látom azt, hogy zuglóban mondjuk milyen gyermekvédelmi stratégiát raktak össze, és annak az egyik legfontosabb eleme az, hogy hogyan lehet a társadalmi érzékenységet megnövelni. De ugyanígy van mondjuk Óbudán is, tehát ahol evvel komolyan foglalkoznak ebben a problémával, ott az egyik legfontosabb lépés, én ebben teljesen egyetértek veled. De azért itt megint visszakanyarodunk oda is, és a gyámatosan jutott eszembe, hogy az önkormányzatoktól ugye elvettek egy csomó olyan eszközt, pénzt, lehetőséget, hatáskört, amivel a gazdái lehettek volna ezeknek a problémáknak. Ma különböző helyeken működő, különböző hatóságok. Más-más logikában döntenek ezekben az ügyekben, és ennek szükségszerű következménye az, hogy nagyon sok esetben rosszul informált, rossz döntések születnek. Van még egy témánk, két témánk lett volna, abból egyet tudunk még megbeszélni. Ez is az állami feladat ellátás minőségével függ össze, azon belül is a kórházi kosztal. A csirkemell, az alma vagy a krumpli valamelyik ezek közül volt a ludas azért, mert a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórházban a betegek közül több mint 30-an rosszul lettek, hasmenéssel, hányással küzdöttek. Mutatjuk, hogy mit lehet tudni ennek a hátteréről. Csirkemel, Alma, Krumpli ezzel a felirattal osztotta meg a nehezen felismerhető kórházi ebédmenüt az egyik beteg. A kórházi koszt nevű Facebook oldalon évek óta gyűjtik az ország minden területéről az egészségügyi intézményekben a betegeknek felszolgált ételeket. A Szent Imre Egyetemi Oktató Kórházban hétfőn még ennél is rosszabb volt a helyzet. Hányást és hasmenést okozott az ebéd. Híradónk a kórháztól úgy értesült, 36 beteg lett rosszul. A problémát az első adag kiosztása után észlelték, majd azonnal leállították a felszolgálást. A kórház szerint a külső konyháról szállított egyik főétel minden valószínűség szerint romlott volt. Egy 60 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező cég foglalkozik a Szent Imre Kórház betegeinek étkeztetésével. A vállalat híradónkkal azt közölte, a Szent Imre Kórház részére a Bajcsi Zsilinszki Kórház főző konyháján készült az ebéd, ezt szállítják ki. Hangsúlyozták, az elkészült ételek hőmérséklete és érzékszervi tulajdonságai megfelelőek voltak, a Bajcsi kórház részére szállított ételekkel kapcsolatban nem is érkezett kifogás. A Szent Imre kórházba szállított ételek mintáját laborvizsgálatra küldték, ennek az eredményét még várják. Az érintett betegek már jól vannak. A Szent Imre kórház híradónkkal azt közölte, hogy az illetékes hatóságok felé jelentették a történteket, a vizsgálatok pedig megkezdődtek. Szóval az élelmiszert a Balcsi Kórházban készítették el, az, és azért a, a Szent Imrébe is onnan került, mert a Szent Imrés központi konyha jelenleg felújítás alatt áll. Az egyik kórházban volt probléma, a másik kórházban nem volt probléma. Valószínűleg simán nem fér bele, mert nyilván emberek emiatt küzdöttek hányással hasmenéssel, tehát valami gond van, de lehet, hogy ez egy elszigetelt jelenség, csak valószínűleg az van, hogy annyi problémát hallunk a magyar egészségügyből, hogy már az ember ezt is beteszi ez alá a kalap alá, lehet, hogy nem jogosan. Ezt ki hogy látja? Hát én arra térnék vissza, hogy amikor még polgármester voltam, éppen akkor szüntették meg az óvodai konyhákat. És nagyon-nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy ott helyben készítsék el az ételt, mert amikor egy nagy adagot főznek, azt szállítják, sokkal több lehetőség van arra, hogy akár az étel megromlik, és ezt nem sikerült elérni. És az én fájdalmam, most nem tudom, hogy konkrétan mi történhetett, de ugye itt is egy szállításról van szó, tehát elképzelhető, hogy az az étel pont a szállítás között legyen legyen ez akár a hús, olyan valami történt benne, amit nem lehetett volna, tehát hogy ezek a nagy központi ellátások, azért mondom nekem a gyermekétkeztetés jutott rögtön eszembe, nem biztos, hogy ez a jó megoldás, tehát én biztos, hogy azt preferálnám mindenhol, hogy saját konyhán legyenek a... Hát csak nyilván nagyobb ellenem. mennyiségben úgy költséghatékonyabb. Na jó, de én, én, én nem vagyok ilyen élelmezési szakember, és a, a legnagyobb körültekintés esetén is előfordulnak ilyenek. Én visszaemlékszem az elmúlt évtizedekre, mindig előfordult valahol nyáron, valahol akárhogy vigyáznak, mégis beütött a szalmonella, emlékeztek, fagyinál, meg egyéb. De egy biztos... Kellett nekünk itt hogy... tavasszal 25 fok egyszer. Hát ez az. De nem, De egy biztos hogy a pénztelenség az mindig megnöveli annak az esélyét, hogy valami ne úgy legyen, ahogy azt a szabályokban előírják. Vagy a konyhai tisztítóeszközöknél, vagy a, vagy a, vagy a személyzet higiénia, mert a személyhigiénia nagyon-nagyon fontos az élelmezésben. Tehát egyszerűen én úgy gondolom, hadd mondjak ide egy számot. A Na, nagyon érdekelnek engem a költségvetési adatok, és állandóan figyelem, mert nagyon rossz előérzetem van, és itt nagy bajok lesznek majd a választások után, még ennél is nagyobbak. Egy hónap alatt több mint 30%-kal nőtt a kórházak ha Hova fog ez vezetni? Ezt akartam én is szóba hozni. Én nem tudom, hogy direkt összefüggés van-e. Azt én sem merném megtippelni, hogy, hogy mi történt. Nyilván ezt megállapítja egy vizsgálat de abban a helyzetben, amikor a kórházak a saját szállítóiknak nem tudnak fizetni. Amikor, tehát hosszú várakozások vannak, az a hír, hogy nem is biztos, hogy ki fogják fizetni őket teljes mértékben ráadásul. Egy ilyen helyzetben mindig elkezd mocorogni az emberben a kis ördög, hogy nem lehet -e, hogy valami olyasmivel spóroltak, az, akár az alapanyagban, akár mással, amivel nem lett volna szabad tehát egy picit, nem a konkrét ügyben ezt nem tudjuk megmondani, de az biztos, hogy az a helyzet, amikor a kórházak stabil finanszírozása nem biztosított, már pedig nem biztosított, az a helyzet rányomja a bélyegét a működésnek. Az alatt részében. mit kell érteni, hogy nem biztos, hogy kifizetik őket? Hát nem, nem lehet tudni, ugye egyre halmozik a kórházi, kórházi adósság, nincs arról információja a szállítóknak sem, hogy a Pénzük közjutnak-e, vagy nem? Ez Ugye, mindig is Az, így az volt. a teljesen őrült rendszer van a magyar egészségügyben, hogy a e, kórházak megveszik a nekik szükséges szolgáltatásokat, kifizetni nem tudják őket, mert nem megfelelő a finanszírozás, és akkor egy idő után a kormány azt mondja, hogy jó, akkor most kifizetem az adósságotokat, esetleg kilúgok közben néhány kórházigazgatót. De, de hát egy vállalat így működne akkor még talán Magyarországon is csőben mennek hívében, hogyha a egy rokkóságához tartozik. Tehát, hogy... Így egy beszállító csak még drágábban fog szállítani, hát persze, mert belekalkulálja hát ezeket Ivan hát bele követ... Pontosan így van, ez fölnyomja az árakat, növeli a bizonytalanságot, elhalasztja a beruházásait a, a, be, a beszállító, amik teheti, tehát megint, de nem, nem akarok tippelgetni, hogy ennek van ehhez köze, elhalasztja a beruházásait a beszállító, mert azt mondja, hogy hát most akkor berakom a pénzt, de hát egyébként a működéshez szükséges pénzt se kapom meg, majd egyszer megkapom, akkor majd esetleg. Tehát, hogy ez egy lényege a dolognak az. A közszolgáltatás általában nem csak az egészségügy, de az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, közösségi közlekedés, és még mondhatnám tovább. Ezek olyan területek, amiknek stabilitásra van szükség a működésre, pénzügyi stabilitásra. Is, és ez ma nincs meg, és ez mindenütt a szolgáltatás minőségének a romlását jelenti. Hát messzire jutottunk ettől a nem túl esztétikus csirkemelt, amit itt láthatunk, de köszönöm szépen a véleményeket, és önöknek pedig a figyelmet. Holnap reggel is még én számítok a figyelmükre az aktuálban, most pedig élőben Vogyarák Anikó és Tarjányi Péter, mert hogy következik az ostrom, és reggel pedig még azt elmondom, hogy fél héttől a starban pedig Köbölanita és Bodac Balázs várja Önöket, Nézzék az atv